Köszöntöm a kedves hallgatókat, és arra kérek mindenkit, aki rendszeresen hallgatja csatornánkat, de még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornánkra, és támogassa ezzel is a munkánkat. Nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Csat Magdolnát, közgazdászt, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát hadd kezdjem azzal a hírrel, hogy megjelent egy könyve a közgazdaságról közérthetően, újabb 50 fogalom. Volt már egy hasonló című könyv, ahol szintén 50 fogalmat tárt a nagy közönség elé a közgazdasággal kapcsolatosan, mindezt közérthetően. Miért született egy új könyv ezzel kapcsolatban? Nekem az volt a célom ezzel a könyvvel, hogy a rosszul használt, nem lehet tudni, hogy véletlenül, mert nem tudják a fogalmat, vagy szándékosan használják rosszul, de a rosszul használt közgazdasági kategóriákat nagyon egyszerűen, közérthetően megmagyarázzam. És hát 50-et választottam, és hát olyanról kerültek bele az első kötetbe, például, hogy mi a fontosabb a GDP mutató, tehát a bruttó hazai termék, vagy a bruttó nemzeti termék. Ugye itt a nagy különbség az, hogy a GDP-ben benne van az a profit, amit a külföldiek elvisznek Magyarországról, tehát ha szépen nő a GDP, még nem biztos, hogy minket boldogít, mert ugye a profit aránya nagy, azt elviszik. Tehát ilyen dolgokat feszegettem benne, és hát jöttek visszajelzések, hogy nem csak 50 probléma van, nem csak 50 közgazdasági terminológiát használnak a politikusok rosszul, hát a többit is meg kéne nézni. És aztán vettem elő a következő 50-et, és itt már egy kicsit kijebb is léptem, kisebb ilyen társadalmi jellegű témákat is beemeltem, mint például mit értünk azon, hogy illiberális, ez hogyan viszonyul a liberálishoz, meg a szociálishoz, tehát a különböző gazdaságpolitikai modellek mit jelentenek. Én azt gondolom, ez azért fontos, mert egyrészt jó például az oktatásban, mert tisztáz fogalmakat, szeretik is egyébként az egyetemi hallgatók, de jó azért is, mikor az átlagember hallgat egy rádió vagy tévé műsort, akkor ugye bevillan neki, hogy na, én most itt ezt hallom, de tényleg ez az, amiről szó van, vagy valami mást is kellene itt azért még emlegetni. Tehát ez ilyen tisztázás, fogalom, magyarázat, nagyon-nagyon-nagyon röviden, tehát nem oldalakon keresztül, hanem egy oldal, max. Egy téma magyarázata, vagy másfél oldal, és könnyen olvasható, és a végén van még egy irodalomlista, hogyha valaki többet szeretne tudni róla, akkor hol tud utána nézni. Na, erről majd készítsünk egy hosszabb adást is. Még annyit talán ehhez a témához kérdésként, hogy mennyire tapasztalja azt akár a munkája során, akár ahogy így a közéletet figyelemmel kíséri, hogy adott esetben akár szándékosan is félrevezető módon vannak ezek a fogalmak tálalva, vagy úgy hangzanak el, vagy egy vita helyzetben ki van használva az, hogy mondjuk valószínűleg sokan nem biztos, hogy teljesen értik, hogy miről van szó. Hát teljesen egyértelmű, hogy esetenként a szándékosságot is tette lehet érni, de ez valahogy mindig így volt, tehát azért visszaemlékszem korábbi sajtótájékoztatókra, tehát korábbi kormányok alatt mindig találkozott az ember egy kis ködösítéssel, hiszen ugye a politikai vezetésnek mindig az a célja, hogy az adott helyzetet a lehető legszebben mutassa be, lehetőség szerint kerülje a problémákat, és ugye ennek alárendeli azt is, hogy hogyan használja a különböző közgazdasági fogalmakat. No, de akkor itt aztán lehet tisztázni ezeket a fogalmakat, és nyilván nagyon hasznos az, hogyha az ember tudja, hogy pontosan miről is van szó. De beszéljünk arról, ami itt az elmúlt héten történt, ahogy itt már a interjú kezdete előtt is mondtam, a múlt hét az Amerikáról szólt, és hát valóban mindenki úgy tűnik, hogy arra figyelt, hogy ki lesz az amerikai elnök, és ezzel kapcsolatban pedig egyre másra jönnek azok a kérdések, és személyesen én is kapok ilyen kérdéseket, pedig én nem vagyok Amerika szakértő, hogy hogyan lesz hatással Magyarországra az, hogy Trump nyerte meg az amerikai elnökválasztásokat, hogyan lesz hatással ez az Európai Unióra. Gazdasági szempontból ön hogyan látja, és hogyan értékeli ezeket az eredményeket? Hát ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, mert egy oldalról azt látjuk, hogy nagy az eufória itthon Magyarországon, a nagy lelkesedés, mert kétségtelen, hogy a magyar kormány, ahogy mondani szoktuk, jólóra tett, tehát az jött be, amit szeretett volna, amit tervezett, és nyilván ennek kapcsán arra számít, hogy majd új nagykövet jön Magyarországra, más lesz a légkör, más lesz a kapcsolat Magyarország és az USA között, amire igencsak nagy szükség van, mert hát eléggé megromlott a kapcsolat a két ország között. Tehát itt egy nyilván pozitív fejleményekre is lehet számítani,
még azt is el tudom képzelni, hogy az amerikai befektetések esetleg újra megindulhatnak Magyarország irányába, hiszen nagyjából leálltak. Amerikai cégek mostában nem jöttek be nagyon Magyarországra befektetni. Már én nem vagyok az a közgazdász, aki úgy gondolja, hogy ez kell, hogy egy ország mondja, itt megoldja, hogy jön a külföldi befektető, de ettől még ezt azért meg kell, hogy említsem, hogy amerikaiak nem jöttek, hogy mostanában többnyire németek, de még inkább kínaiak, dél-koreaiak jönnek Magyarországra. Tehát ez az oldala, ez azt mondanám, hogy pozitívnak is értelmezhető és értékelhető, de ott van a másik oldala, aminek két ága van, az egyik az Európa, a másik a világpiac. Ugye vegyük Európát. Európában pillanatnyilag óriási gondot jelent, hogy a német gazdaság gyakorlatilag szinte megállt. Igaz, hogy most volt egy enyhe kis GDP növekedés a harmadik negyed évben, ami azért is érdekes, mert Magyarországon csökkenés volt, de ugye azt szokták mondani, hogy hozzánk később jön be majd az a hatása, ami Németországon már elindult. De a dolog lényege, hogy ez nem csak az ipar problémája, ez az egész német gazdaság gondja. Hát úgy szoktak fogalmazni, hogy előregedett egy kicsit a német gazdaság, elfelejtett innoválni, elfelejtett termelékenységet javítani, és így tovább, és ez most nagyon nagy gondot okoz. Ugyanakkor viszont a német gazdaság sok lábon sajnos nem áll, hanem nagyon-nagyon erős lába az export. Azon belül a jármű export, és itt lesz az első gond, hogy elképzelhető, hogy az új adminisztráció, a Trump adminisztráció netán valamilyen módon gátolni fogja vámokkal, egyéb módon az európai exportot, főleg a jármű exportot az USA piaca felé. Ez nagyon rossz hír lenne a német gazdaságnak, mert másik oldalról Kína felé is probléma van, ott azért van probléma, mert az Európai Unió próbálja vámokkal nehezíteni a kínai járművek, elektromos autóknak az exportját az EU felé, viszont erre nyilvánvalóan válaszolni fognak a kínaiak is, hogy valamiféle korlátozásokat szintén bevezethetnek, amelyek, ha nem csak a járműipar, de esetleg más ágazatait is érinthetik az Európai Uniónak. Tehát ez a megvédjük az érdekeket, tegyük nagyjá Amerikát újra. Ebben azért az a gondolat benne van, hogy erőteljes protekcionizmus várható, tehát piacvédelem várható, ez pedig közvetlenül fog hatni a magyar gazdaságra, mert ha még nagyobb bajba kerül a német ipar, akkor az sajnos nem fogja Magyarországot elkerülni, hiszen erőteljesen ráépül a magyar gazdaság, azon belül is az ipar a német gazdaságra. Tehát ez mindenképpen hatni fog ránk, mint ahogy az is, hogyha Kína fele még különböző szigorításokat vezet be a Trump adminisztráció, nehezítvén a kínai termékek európai, amerikai megjelenését, mert ez is közvetve a magyar gazdaságra is hatni fog. Persze erre azt lehet mondani, hogy ha van elég saját termékünk, akkor nem is olyan nagy a baj, csak az a helyzet, hogy nincs. Tehát a magyar gazdaság rendkívül módon függ a német gazdaságtól, és nagyon erős szelete a magyar gazdaságnak az ipar, azon belül a járműgyártás, meg az ahhoz kapcsolódó akkumulátorgyártás, és így tovább. És akkor még egy fontos dolgot megemlítenék, ami talán nem jut az embernek azonnal eszébe, hogy persze van egy magyar kisvállalati szektor, a KKV szektor, és azt lehetne mondani, hogy hú, ez most majd belendíthető, hiszen magyar szektorról van szó, magyar tulajdon. Igen, csak a politika nagyon sokáig erőteljesen nyomást gyakorolt a magyar KKV szektorra, hogy váljék beszállítójává a német iparnak. Na most azok a cégek, amelyek beszállítójává váltak, azok most bajban vannak. Éppen nemrégen csináltunk egy felmérést, és bizony-bizony a vállalatok már jelzik, a kicsi magyar vállalatok jelzik, hogy vagy lemondják a megrendeléseket, vagy nem rendelnek már annyit, vagy egyáltalán nem rendelnek, vagy megpróbálják lenyomni a magyar kisvállalat árát.
Tehát már érződik a magyar gazdaságban a német probléma. Na most, ha még nagyobb gondba kerül a német gazdaság esetleg a Trump-féle amerikai piacvédelem miatt, akkor az sokszorosan hat a magyar gazdaság helyzetére. Ahogy ön is említette, a magyar kormány eufóriával fogadta Donald Trumpnak a győzelmét, és maga Orbán Viktor azt be is jelentette, hogy benyújtják a költségvetést a jövő évre, méghozzá egy béke költségvetést tudnak így benyújtani, és azt prognosztizálta, hogy a jövő évben sokkal jobb lesz, hogy sok mindent meg tudunk tenni, mármint az emberek gyarapodásáért, a kormánynak is nő így a mozgástere. És ezzel szemben pedig általában a közgazdászok, elemzők, gazdasági elemzők sokkal pesszimistábbak Magyarországgal kapcsolatban a jövőt tekintve, tehát ők nem látják ezt a nagyobb mozgásteret, illetve többen arra is felhívják a figyelmet, amelyre ön is célzott, hogy ha Trump ezeket a védővámokat, amelyeket beígért, csak egy részét is megvalósítja, akkor Magyarország szintén nehéz helyzetbe kerülhet. Lát arra esélyt, hogy valamilyen módon itt a jó politikai kapcsolat miatt mentesüljön mondjuk az ország, és Orbán Viktor talán ezért ilyen optimista? Én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek gesztusok Magyarország felé, hiszen valóban Orbán Viktor eléggé jelentősen támogatta a Trump-féle kampányt, azt tudjuk személyesen is, többször tárgyalt, helyszínen is ott volt, most is ott lesz majd a beiktatáson, tehát erősek a szálak, erősek a kapcsolatok, ebből kisülhet valamiféle pozitív lépés Magyarország felé, tehát azért az egész magyar gazdaságot nem tudja Trump megmenteni, és ugye itt abból kell kiindulni, hogy melyek a magyar gazdaság gyenge pontjai, és hogy ezeket a gyenge pontokat hogyan lehet valahogy elkerülni az új elgondolásokkal, amelyeket mostanában fogalmazott meg a kormány. És ugye ez a bizonyos békeköltségvetés, amelyet most terjesztett elő a parlamentben Varga Mihály pénzügyminiszter, ez elég, úgy mondanám, hogy optimista közelítés tartalmaz, ugye azért hívják békének, mert abban hinnünk kellene, hogy Trumpnak sikerül majd békét teremtenie Ukrajna és Oroszország között, ami valóban sok mindent megváltoztatna, az kétségtelen. Például a különböző megszorítások, hogyha megszűnnének, az export-import tevékenység kicsikét felszabadulna, azért az minden országnak jót tenne. De az a nagy gond, hogy Magyarországon az ipar már oly mértékben került bajba, hogy ugye 23. január 1-e óta összesen 2 hónap volt, amikor nem csökkent a teljesítménye, és ez pont ez a német-magyar gazdasági összefonódottság az, ami ezt okozza. És ja, hallottunk olyan gondolatokat, hogy jó, a magyar ipar, nincs azzal baj, csak eladni nem tud. Na most az a gond, hogy hát akkor baj van egy iparra, ha nem tud eladni, mert ez azt jelenti, hogy olyan termékei vannak, amelyek nem kellenek a világpiacon, vagy másokat vesznek inkább meg már az emberek, és nem annak a bizonyos országnak a termékeit, ez esetben német termékeket, mert ugye ne felejtjük, hogy a Magyarországon gyártott autó nem magyar autó, hanem német autó. Na most milyen baj van a világpiacon? Egyrészt olyan problémák vannak, hogy mindenhol azért megnövekedett a bizonytalanság, emelkedett mindenhol az infláció, az emberek kevésbé akarnak vásárolni, ez nálunk is látszik, hiszen a legutóbbi adat szerint a szeptemberi a kereskedelem, tehát a fogyasztás tulajdonképpen csökkent, 1,4%-ig csökkenés volt, tehát Magyarországon is csökkent a fogyasztás, tehát itt piaci kereslet hiány kétségtelenül van, geopolitikai bizonytalanság van, aminél mondhatjuk azt, hogyha ez megszűnik, az jót fog tenni, de a másik nagy gond az, hogy Magyarországon az ipar szerkezete az ugyanúgy megmereredett, mint Németországban. Hát mi is állandóan egy lóra teszünk, ami a járműipar. De mi most is azt halljuk, hogy újabb járműipari beruházások jönnek. Újabb járműiparhoz kapcsolódó beruházások jönnek. A világban ez az ágazat, ahogy a nemzetközi elemzők fogalmaznak, már nem tartozik az úgynevezett haladó high-tech területek közé, tehát nem itt van a nagy dinamizmus, és ilyen módon nekünk kevés az olyan ágazatunk, amelyben dinamizmus van. És ugye ráadásul ahol megvan, az
viszonylag kis arányát képviseli a teljes gazdasági teljesítménynek. Mondhatnék ilyen ágazatot, mint például a gyógyszergyártás, vagy bizonyos informatikai területek. De ha már az informatikát említem, ugye itt van a szolgáltatás. Magyarországon ennek az aránya, a szolgáltatások aránya nem túlzott a magas. Mondom, mit tartozik a szolgáltatásokba. Ide tartozik az ingatlanok, ingatlan értékesítése. Tudjuk, itt is gond van az építőipar, a vásárlások területén mostában csökkenés tapasztalató, de ott van a szakmai tudományos tevékenység, infokommunikáció, pénzügyek, közlekedés, ahol viszont pillanatnyilag jók az eredmények, egy szolgáltató terület az a turizmus vendéglátás, ugye a külföldiek azok jönnek Magyarországra, legalábbis jönnek Budapestre, nem tudom, hogy vidéken mennyire mennek, de nem elegendő a szolgáltatásnak a teljesítménye sem, mert miközben az ipar szeptemberben 7,2%-kal csökkent a teljesítménye, ugye az előbb is mondtam, hogy minden hónapban csökkenés látunk, de a szolgáltatások is csökkent. Most néztem meg az Eurostat adatot, 5,1%-os csökkenés volt, ez egy augusztusi adat, és éves összehasonlítás. Tehát azt látjuk, hogy a gazdasági szerkezetünkből valamilyen dinamizmus hiányzik. És a dinamizmus bevihetnék az új ágazatok, a kisvállalatok, a tudásszektorok, egy csomó szolgáltatási terület, tehát ezeket kéne megmozdítani, de azt érzi az ember, hogy valami módon begölcsölődött ez a mi ipar jármű akkumulátor. Na most ugye ez egy nagyon nagy gond lesz szerintem a jövőben, és ezen Trump sem tud segíteni, tehát itt a magyar iparstratégián kellene valamit módosítani, és kicsit rugalmasabbá tenni a magyar gazdasági szerkezetet, és az szerintem az segítene sok mindenben, ehhez kellene nagyon sok innováció, kellene termelékenység, javítás, és még valami tudásbefektetés. Jobb iskola, jobb egyetem, jobb oktatás, több felnőtt képzés, több munkavállalói továbbképzés. Tehát olyan területek, amelyekkel eddig nem nagyon foglalkoztunk, nem annyira, amennyire fontosak lennének ezek a területek ahhoz, hogy a magyar gazdaság ebben a borzalmasan változó világban sikeres tudjon lenni, a saját lábán állva is, nem csak másoktól várva állandóan, majd megoldják a problémáinkat, hol a német gazdaságtól, hogy majd belendül, akkor mi is majd rendbe jövünk, vagy Trumptól. Tehát a magunk dolgát is el kéne végezni. Na de mi az, amiben Trump mégiscsak segíthet adott esetben? Van-e egyáltalán ilyen? Azt látom, hogy sokan tartanak, félnek azzal kapcsolatban, hogy itt a Kína és Amerika között lévő gazdasági háború az hogyan fog Európára hatni, de vannak-e olyan mutatók, vagy olyan szektorok, ahol Trumpnak a politikája adott esetben még jól is jöhet, akár Magyarországnak, akár az Európai Uniónak. Tehát például a demokrata kormányzáshoz képest, mert itt az elmúlt 4 évben sem sok jót tapasztaltunk gazdasági területen, ami nyilván, hogy ahogy ön is említette részben, a saját gazdaságoknak a felelőssége és hibája adott esetben. De bármilyen jót Trumptól? Hát én optimista ember vagyok, hogy általában, ha változás van, akkor mindig arra gondolok, hogy ebből mi jól jöhet ki, és nem arra, hogy mi rossz. Én azért azt el tudom képzelni talán, hogy a gazdasági együttműködés a két ország között, tehát most nem az Európai Uniót mondom, hanem Magyarország és az Egyesült Államok között, bár ugye tudjuk, hogy egér meg elefánt témáról beszélünk, de én azt gondolom, hogy itt, ha ezen a területen, én azt gondolom, kutatásfejlesztésben, pontosan azokban a szolgáltatási szektorokban, amelyekben nálunk is kiúrási lehetőség lenne, ott talán van valami lehetőség arra, hogy megnyíljanak olyan csatornák, amelyek az előző adminisztráció alatt zárva voltak, éppen azért, mert nem volt ugye jó, ha tetszik, a politikai kapcsolata a két kormány között. Én nem gondolom, hogy az autóipari problémát megoldani fogja Trump, szerintem azt nehezíteni fogja, pont amiatt, mert hogy az ipart akarja helyzetbe hozni, vagy megerősíteni, megvédeni minden lehetséges eszközzel, nagy valószínűséggel majd Trump elnök is. De én azt gondolom, hogy általában az együttműködés, a hangulat, hogy megjavul, az önmagában is hatni tud magára a gazdasági optimizmusra is, vagy ha bármiféle
olyan hozzáadott értéket, nagy hozzáadott értéket előállító tevékenység megérkezik az Egyesült Államokból, ami jó munkahelyet teremt, jól fizető munkahelyet teremt Magyarországon, az is már segít. Ne felejtjük, hogy magyar gazdaság nem nagy, tehát itt a viszonylag kisebb lépések is nagy eredményeket tudnak elérni. Tehát én nem ilyen tekintetben látom a veszélyeket is, ami inkább az Európai Unióval való együttműködésből, vagy annak a problémáiból adódhatnak majd, mármint hogy az amerikai-európai uniós együttműködés problémáiból. Érzékelem a kínai-USA esetleges gondokat is, de a kínai-magyar együttműködést egyrészt nem feltétlenül érinti a Trump elnöknek a Kínával kapcsolatos esetleges megszorító hozzáállása, egyrészt, másrészt pedig a közvetlen kapcsolat Magyarország és Kína között szerintem hozhat pozitív eredményeket és jó lépéseket is. No, akkor beszéljünk mindarról, amit Varga Mihály mondott, illetve arról a költségvetésről is, amelyet ugye benyújtottak most frissiben, amitről itt már azért egy pár szóreig beszéltünk is. Azt mondta Varga Mihály, hogy négy nehéz év után 2025-től jövőre a pandémia előtti időszak növekedési üteméhez térhet vissza a magyar gazdaság, amihez megfelelő alapot biztosít a fegyelmezett fiskális politika, és úgy látja, hogy a kedvező külső körülmények esetén a GDP bővülése 3-6%-os sáv felső határához is közelíthet, illetve, ahogy említettük is, a 2025-ös költségvetésnek a tervezetét benyújtották, és ezzel kapcsolatban a főbb sarokszámokat ismertette is a pénzügyminiszter, és új gazdaságpolitikai költségvetésnek hívják, majd erre külön szeretnék kitérni, rákérdezni, hogy ez vajon mit jelent, de hogyan látja ezt a fajta optimizmust egyrészt a GDP növekedéssel kapcsolatban, másrészt pedig azzal kapcsolatban, hogy itt a pandémia előtti időszakhoz gazdasági szinten vissza lehet térni. Tehát két dolog összefügg, egyrészt az, hogy a hiány hogy tud alakulni, illetve hogy a GDP növekedés hogy fog alakulni. Mert a hiány ledolgozásának az egyik legtermészetesebb módja az, hogyha nő a gazdaság. De azért azt érzékeljük, hogy ugye a korábbi 3-6%-nál már azért szerényebb a mostani gondolat, a 3 egész valamennyi, tehát már nem a 6% felé tendál azért a mostani bejelentés, hanem inkább az alsó határon vagyunk, tehát a 3-6% alsó határon. 3,4. Igen, hát az előre. Kicsivel több, mint a 3. Tehát a korábban 3-6%-ról szólt a kommunikáció. Ez az egyik, amit meg szeretnék jegyezni. A másik az, hogy erőteljesen épül két dologra ez a fajta optimizmus. Az egyik az, hogy belendül majd a fogyasztás és a beruházás, a másik pedig, hogy egyébként pedig az árfolyam majd nagyon kedvező értéket fog felvenni, tehát az árfolyamot egy viszonylag alacsony szintre lövik be, és a fogyasztásból, a fogyasztás növekedéséből származó áfa bevételeket, mert ugye amikor mi fogyasztunk, akkor áfát is fizetünk a termék árába, az 27% Magyarországon, az megy be azonnal a költségvetés bevételi oldalába. Na most ugye ez ilyen alapfeltétel, hogy ha majd jön az erőteljesebb fogyasztás, ha majd jönnek a beruházások, mert a cégek érzékelik, hogy van fogyasztás, van miért beruházni, és ráadásul kedvező lesz a árfolyam is, tehát amikor importálni kell valamit, az nem növeli meg az inflációt, mert hogy túl gyenge a forint, hogy akkor mindez, ha együttesen megvalósul, akkor, és közben a növekedés is 3,4 körül lesz, akkor tartható a hiány, és akkor egy kedvező pályára áll a gazdaság. Ez optimista esetben elképzelhető, azonban nagyon sok a veszély. Egy-két dolgot szeretnék csak említeni. Az egyik ilyen tényező rögtön mindjárt a fogyasztás. Ugye az előbb említettem, hogy a fogyasztás éppen szeptemberben csökkent. Na most mikor fog nőni? A fogyasztás akkor nő, ha egyrészt nőnek a keresetek. Ha az emberek úgy érzik, hogy biztonság van, nem kell félniük attól, hogy elbocsátják őket a munkájukról. Mostanában Magyarországon igaz, hogy enyhén, de nőtt a munkanélküliség, és a magyar munkanélküliség ma már a V4-ek között alulról a második szinten van. Szlovákiában még magasabb, de
Csehországban, Lengyországban alacsonyabb a munkanélküliség, mint Magyarországon. Tehát nem állunk olyan borzalmasan jól, persze, ha Európai Unió szintet nézünk, akkor jól állunk. A másik dolog, hogy tehát lehet egy ilyen félelem. A harmadik, hogy valóban pozitív hatás lenne, ha megszűnne a háborús érzet, mert ugye amiatt is az emberek tartalékolnak, és ha kitörne a béke, akkor jobban mernének költekezni. Kérdés, hogy melyik hatás lesz majd erősebb. Mert hogyha nem lesz növekedés a fogyasztásban, akkor nem lesz meg az a láfa bevétel, amit a hiány csökkentésére tervez most a költségvetésben a pénzügyminisztérium. Ugye más, emlegettem a méreket is, ugye arra azért fel kell figyelnünk, hogy most jelent meg az Eurostat 2023 évi, tehát tavalyi méreket bemutató statisztikája, amely szerint Magyarországon a bérek alulról a második helyen vannak, tehát a 27 országból 26-ak vagyunk, csak Bulgáriában alacsonyabbak a bérek. Rögtön hozzáteszem persze, hogy csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérét nézik, és nem tudjuk, hogy mennyi, hány százalék az ideiglenesen dolgozó, fél munkaidőbe dolgozó, tehát a részmunkaidősek aránya, mert ez nagyon befolyásolná, de ebben nem szeretnénk belemenni. Tehát ez a bérszint, ez nem olyan magas, tehát hogy ennek jelentősen kellene növekednie ahhoz, hogy az embereknek azonnal az is jön eszébe, hogy akkor költekezni akarnak. A másik olyan tényező, amiről a kormány beszél, az a munkás hitel, ahol 4 milliót lehet igénybe vennie egy fiatalnak, és nyilván itt arra gondol, hogy ez is elsősorban a fogyasztás fogja belendíteni, vagy ha netán a fiatal vállalkozó, akkor esetleg a vállalkozásába fektet be, de hát az is növeli a GDP-t, hiszen a beruházások is növelik a GDP-t. Tehát ezt is ilyen emelő tényezőnek gondolja a kormány. Mindenben van lehetőség, meg mindennek van természetesen bizonytalan eleme is. Még egy bizonytalanság az infláció. Ugye az infláció megint enyhén felfele indult el, és meg kell említeni, hogy a magyar infláció az Európai Unióban ismét azért a magasabbak között van, tehát nem véletlen egyébként, és persze visszatérek a fogyasztásra, hogy a fogyasztás csökkenésének az egyik oka az is lehet, hogy nagyon sokan külföldön vásárolnak. Két dolog miatt, egyrészt, mert alacsonyabb mondjuk az infláció, másrészt pedig, mert alacsonyabb az áfa. Hát például nálunk 27%, Ausztriában 20%, Romániában 19%. Tehát ugye ez is rontja a magyar fogyasztási esélyeket. Tehát rendkívül sok a bizonytalansági tényező, azt szeretném említeni, optimista esetben elképzelhető, hogy teljesíthető a költségvetés. De nagyon hangsúlyozom, hogy optimista esetben. És ugye ez az is kellene, hogy beinduljanak a beruházások, és itt szeretném megemlíteni, hogy különösen a kisvállalati szektorra gondol itt a kormány, hogy majd ott elképzelhető valamilyen nagyobb beruházási tevékenykedés, de itt ugye az a kérdés, hogy mit lát a kisvállalati szektor, hogy látja, hogy van piac, hogy valóban csökkennek majd a bürokratikus terhek, kiszámíthatóbb lesz az állami viselkedés, hogy a közbeszerzésnél oda jut-e a lehetőségekhez a magyar kisvállalat is, hogy ha oda jut, akkor referenciaként, ha külföldön akar eladni, akkor el tudja mondani, hogy lám, jó a termékem, hiszen megveszi a magyar állam is, vagy megveszi az önkormányzat, mert ez nagyon fontos, ha nem veszi meg, akkor nehezen tud külföldön eladni a magyar cég, hiszen nem tudja bemutatni, hogy vannak sikeres termékei. Tehát nem elég azt gondolni, hogyha valamiféle tőkéhez hozzájut a kisvállalati szektor, az elegendő lesz ahhoz, hogy azonnal elkezdjen beruházni. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy sok olyan elem van, ami ha jó irányba valósul meg, és plusz még a Trump-féle adminisztrációnak a esetleges pozitív hatásai megjelennek Magyarországon, akkor nem kizárt, hogy a költségvetés tartható lesz, de nagyon-nagyon sok a bizonytalansági tényező, és ugye ezekre is feltétlenül fel kellene készülni, mert különben megint olyan helyzetbe kerülünk, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy ja, külső körülmények miatt nem sikerül Magyarországon elérni a céljainkat. Tehát ne kell állandóan arra hivatkozni, hogy
a külső körülmények miatt. Mindig azt kell megnézni, hogy mit tudunk jobban csinálni, mint ahogy tegnap csináltuk. Így van, hiszen a külső körülményeket nem mi befolyásoljuk, és pont most láttam egy friss hírt ezzel kapcsolatban, és akkor itt egy most keretes szerkezetet kap a beszélgetésünk, visszatérek Donald Trumpra, és arra, hogy mi van, hogyha az elnök választás idején belengetett vámokat kiveti, ugyanis egy legfrissebb szakértői tanulmány szerint több 10 milliárd font exportveszteséget okozhatnak a brit gazdaságnak azok az amerikai vámok, amelyek kilátásba lettek helyezve. Most nyilván ez itt a kérdés, hogy Donald Trump mit fog ebből megvalósítani, mit nem. Biztos, hogy mennek majd a tárgyalások is a háttérben, illetve próbálnak majd lobbizni nála adott esetben, hogy azért egy picit fogja vissza magát, vagy nem mindent csináljon meg, amit megígért az amerikai választóknak. De hát ahogy látom, most Trumpon ilyen szempontból majd a világ szeme januártól, hogy milyen irányba fordítja ezeket a kérdéseket. Ez abszolút biztos, tehát azért a világ legnagyobb gazdaságáról van szó, hatalmas lehetőségekkel, hatalmas erőforrásokkal, tehát nem mindegy, hogy tényleg milyen irányba fog elindulni, és hogy az milyen hatása lesz a világgazdaságra, és hát azon belül az Európai Unióra, és azon belül Magyarországra. Így van, vissza is fogunk térni ezekre a témákra, amikor aktuálisak lesznek, és hát folyamatosan aktuálisak azzal kapcsolatban, hogy mi itt Magyarországon mit tapasztalunk, ugye? Csat Magdolna volt a vendégünk, egyetemi tanár, közgazdász, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen a meghívást.